Azok a földművesek és állattenyésztők, akik vállalkozói szinten foglalkoznak mezőgazdasággal, számítanak az ipar mezőgazdasági és vidékfejlesztési előcsatlakozási program támogatására. A mezőgépek beszerzésének egyik lehetőségét látják benne. Tudhattuk meg a Kátyi Spit elnevezésű mezőgép bemutatón. A 2016-os év elejétől kezdve az érdekeltek nálunk benyújthatják az ipardalaphoz szóló első pályázatokat. Tudni kell, hogy a pályázatok hivatali feldolgozása, majd az ellenőrzés hosszadalmas folyamat. Ha a pályázatokat az év elején átadjuk, akkor az év végére megérkezhetnek az első támogatási pénzek Szerbiába. Előfinanszírozású projektumokról van szó, amelyek esetében a pályázó a saját pénzét fekteti be állami támogatás nélkül, és majd pályázatának a pozitív elbírálása esetén térül meg neki az előre meghatározott összeg. A Kátyi gép bemutatóra 600 földműves látogatott el. 30 mezőgépkereskedőház, 135 erő és munkagépet mutatott be. Ezek legtöbbjének a szántóföldi teljesítményéről is meggyőződhettek a jelenlevők. Célunk az, hogy bemutassuk a földműveseknek a mezőgép újdonságukat. Látniuk kell, hogy az Európai Uniós versenytársaik milyen mezőgépeket használnak. Az élelmiszertermelés olcsóbbá tétele nélkül nem maradhatunk fenn, és ezekkel a korszerű gépekkel fokozhatnánk a versenyképességünket. A kistermelők különféle társulással, mondjuk gépgyűrűbe tömörüléssel megteremthetnék egy új gép megvásárlásának a gazdasági indokoltságát. Habár a gazdák között nagy az ellentét és az érítség, az Európai Uniós konkurencia előbb-utóbb mégis összefogásra kényszeríti majd őket. De ennek megvalósulásához az állami támogatás is szükséges. A mezőgazdasági minisztérium a dinár alapú hitelek kamat támogatásával segíti a gépvásárlást. A gazdák elmondása szerint az ilyen 6% kamatú hitelek megfelelőek, viszont a keretösszeg nem teszi lehetővé nagyobb mezőgépek beszerzését.